Na, szevasztok, srácok! Szevasztok! Üdvözlök mindenkit a mai streamben, ami nem más, mint a The Bridge nevű játék, amit itt látjátok a háttérben, Isaac Newton ott pihen szépen a fa alatt, én pedig szürkébe öltöztem, mint ahogy azt a játék megkívánta. Közben lehet, hogy itt a zöld háttér majd lebegni fog, de szarni bele hozzá tisztán. Igazából sokat nem tudok mondani a játékról, ez ilyen ugyanilyen logikai játék, mint amit az elmúlt napokban is játszottam, ahhoz hasonló, úgyhogy különböző pályákon kell végigjutnunk Isaac-kel, bocsánat, és hát végig kell csinálni, ennyi igazából az egész, és a gravitációval kell így szórakozni, úgy, hogy így a pályákat kell így forgatni, meg ilyenek lesznek benne. Úgyhogy én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz. És hát nem is pofázok tovább, hanem akkor kezdjük is el a gémet. Én most lehalkítottam, úgyhogy egyelőre mindjárt vissza is hangosítom egy kicsit a játékot. Csak hogy itt ne szóljon bele nekünk. Szerintem egy ilyen 7-es, 8-ason volt alapból. Jó, nem. Újra kell indítani a játékot, hála Istennek. Mert ilyenkor, nem tudom, valami ilyenkor az OBS az így befosik, és nincs hang a játékban. Nagyon örülünk neki. Úgyhogy ez van. Most már hallgathatjátok, hogyan horkol a fa alatt. És remélem látjátok is, jó. Igen, itt horpaszt Isaac Newton a fa alatt. És akkor itt mutatja a játék, hogy így látjátok, így mozgatni kell a cuccot. És akkor le fog esni a fáról egy alma a fejére. Remélem a játéknak is van hangja. Ugye meghallgatom. Jó. Majd szóltok, ha nincs. Na, és akkor A-val és D-vel tudunk menni balra és jobbra. Aha, itt erre nem tudunk elmenni. Nem, most csak eddig tudjuk, jó? Akkor a másik irány. Egyelőre itt nem tudunk. Grafika az ilyen rajzolt, amint látjátok, nagyon érdekes. És meglátjuk majd milyenek a pályák. Jó, itt elvileg itt föl tudunk menni, jó. És visszatértünk ugyanoda az almához? Vagy ez egy másik almafa? Aha, ez szerintem ugyanaz, nem? Ó, most már föl tudtunk menni. Jó, másik irányba csak körbe-körbe mentem volna. Oké, na, itt van a házunk. Jó. Ezzel tudunk bejönni az ajtón. Chapter 1. Aha, és akkor itt vannak a itt vannak a különböző chapterek elvileg. Jó. The Loft. Loading. Enter to continue.
Tök jó, hogy így megrajzolja. Aha. Ez a loft. Oda föl kell jutnunk. Oké, az escape-pel tudunk pauzélni. Így meg. Ugye forgatjuk a dolgokat. Aha. És... ó! Ja nem, jó irányba jöttünk, jó. És akkor így. Ott le kellett esni. Jó. Oké. Megvan az első pálya. Következő a könyvtár. Ez ilyen játék, ilyen kis... logikai cucc. Úgyhogy... gondoltam rá, hogy mindenképpen érdemes ezeket megnézni. Én bírom egyébként az ilyen... játékokat. Oké. Jó, felszedtük. És most ugye kinyílott ott az ajtó, és most vissza kell forgatni, hogy ez a kis fal... hüpp! Eltűnik. És így jutottunk föl. Egyébként utána néztem, a játék viszonylag rövid, ilyen 4 óra alatt azt írták, hogy végig lehet vinni, úgyhogy azért is gondoltam, hogy előbb kezdem most a streamet, hogy akkor tényleg ezt a kis játékot akkor végigvigyük teljesen. Na, oda kell eljutnunk. Igen. Jó, itt van egy ilyen gojszli. Azt oda küldjük. Jó, most így, ha vissza gurgászom. Aha. Oké, arra azt... az a baj, hogy így hozzánk ér. Aha. Jó, teljesen vissza. Egyszer elgurítjuk arra. És akkor mi itt át tudom jönni ide. Jó, és akkor... teljesen addig fölmegyek, hogy ott odaessek föl, úgymond. És akkor a kis gojszli elvileg oda fog beesni. Jó. Ha így visszaforgatom, akkor meg ide gurul, mi? Jó. Akkor erre. Ja nem, hülye vagyok. Itt leesünk, és akkor ott vagyunk az ajtónak. Jó. The Courtyard a következő. Oké, a gojszlikba nem szabad belemennünk, mert akkor úgy meghalunk. Oké, most egy kulcsot is össze kell szednünk, ami ott van fönt. Lóg a fán. Tetszik egyébként tényleg ez a... megrajzolgatja itt nekünk itt a cuccost. Jó, nem, először erre. Így. Jó. Azt akarom megnézni, hogy ha leesek, akkor meghalok-e. Nem. Jó. Megvan a kulcs.
Oké. Jó. A lényeg az volt, hogy a Ghost ne érjen el minket. Mert ha elér minket, az fucked. De spirál. Na nézzük. Hűha, most kettő kulcsot is össze kell szednünk. Mert kettő lakatlan az ajtón. Viszont itt ugye gáz van, mert elvileg valahol van egy... Nincs golyszi. Ha. Húha, na most. Most a kulcsokat kéne ide forgatni. Az a baj, hogyha ott az kiesik. Vagy föl tudunk mászni ezeken a cuccokon? Nézzük. Nem, azon nem tudunk felmászni. Ha! És mi van, ha gyorsan így beforgatjuk? Így. Akkor csak a kulcsokat kell valahogyan ki. Ó, várjunk. De nem tud beesni. Viszont oda rá tud esni. Nézzük! És ha gyorsan forgatom, akkor oda ráesik vajon? Nem. Ilyenkor elmegy az egyik kulcs. Azt akarom megnézni, hogy ide ez a kulcs az így ráesik? Jó, egy kulcs az megvan így. Jó, az egyik kulcs az megvan, a másiknak meg erre az izére kéne ráesnie. Nézzük. Jó. Azt akarom megnézni, hogy úgy... Aha, nem. Még kicsúszik. Ha. És ha úgy csináljuk, hogy... Vagy ott a külső részén végig gurgatjuk. Aha. Jó, és akkor most így kell beforgatni ugyanúgy a másik kulcsot is, mint az előbb. Oké, ez már kicsit bonyolultabb volt.
Zenéje az elég érdekes. Igazából ilyen kis chill zene. Oké. The Nuke. Nem tudom, hogy egy ilyen chapter az hány részből áll. Aha, szóval oda kell feljutnunk. Jaj! Oké, meg lesz ez. Klutty. Oké, chapter 1 complete. Achievement unlocked. Jó. Itt van egy szobor. Végre találtunk valakit, aki megosztotta velünk ezoterikus matematikát. És akkor csatlakozott hozzánk, és akkor így meg tudjuk valósítani az álmainkat. Oké, okay, my home. Oké, okay, chapter 1, az megvan. És akkor így most ugye megnyílt a chapter 1. A 2-3. Tök jó, hogy a házat is lehet így ízelni. Forgatni. Nem, az ablakon nem esik ki. Na nézzük akkor a chapter 2-t. Aha, elvileg... Nem, itt mutatja. 1-2... 1-2-3-4-5-6 részből áll mindegyik chapter akkor ezek szerint. Jó, nézzük a chapter 2-nek az első pályáját. A Vortex. Wow! Aha. Gondolom abban nem eshetünk bele. Vagy igen? Aha, abban nem lett bele, nem eshetünk bele. Így. Jó. Megvan. The Persepice. Aha. Hogy mászik, tök jó. Jesus. Aha, hogy ez akkor ilyen random fog megjelenni ez a Vortex. Nagyon jó. Thank you.
Ha. És ha így csináljuk. Nem. Nem tudunk átmenni. Az a baj, hogy ez ilyen... meg leesünk. Az a baj, hogy olyan gyorsan meg nem tudom eldönteni, hogy ne kapjon el ez a szar. Ó, bazd meg! És ha eltűnik... Ó, hogy az anyádat. Ne!
Jó. Csak összejött. The Lion. Ó, ez Goethe-lis. Jó, ezt kéne megnyomatni azzal a szarral, ugye? Hó, bakker! Okay. Szóval körbe kellett forgatni. Ha! The pillars. Aha, ott is van egy ilyen kis cucc. Jó. Oké, meg lesz. Okay. Kész. The Mausoleum. Jó. Uha. És honnan indulunk? Igen.
Nem, akkor valahogyan nekünk kéne leesni először, ugye? És a kis golyót, azt meg itt, ide kéne csalogatni. Nem, ez így nem jó. Várjunk? Aha. De így meg nem jó, mert a golyó az... Aha, várjunk! A golyót kéne így leestetni oda. Jó, és akkor most a golyszit azt ide-vissza. Aha. Oké. Okay. Ugye mi most benn vagyunk az örvényben, így minket most már a golyó nem tud elérni. Oké, okay. Ott van egy ágyikó fönt. Tök jó. The Memorial. Jesus. Ott az ajtó, és van rajta egy lakat. Azt láttam, hogy ott volt egy kulcs. Aha. És mégis, hogy a picsába kapom el a kulcsot?
Azt nem tudom, hogy a kulcsot hogyan francba tudnám elkapni. Ugye így én is belekerülök az örvénybe. Mindenképpen először azt az örvényes cuccot. Kell elkapni. A golyóval. Aha, vá, de hülye vagyok. Oké, megvan nagyjából. Ne! Nem, ez így nem jó.
Jó, meg lesz. Oké, szóval az volt a lényeg, hogy minket szívjon be a kis örvény. Jó. Chapter 2 complete. Jó, megvan a második chapter. Jó, igazából a gyereknek érezték magukat, mint hogyha a gyereknek érezték volna magukat, ugye itt most az ilyen felfedezésekben, és kiélték magukat. Lényeg a lényeg. Oké, most azt nézem, hogy van-e még... Ennyi? Három chapter van csak. Vagy a hármas után. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itt is 6 van. Jó. The Inversion. Aha. What? Oh, Jesus. Rá kell menni azokra a kis jelekre, vagy mi? Ó, hogy ez így fordul. Aha. Oké. Okay. Wow. Ja, mert most az inverzét kellett, aha. Most magától megy így. Jé, de jó. The timepiece. Aha. Hú, bazeg. Ó, get. Aha, most ugye mindennek az inverzét kell majd vennünk. Igen. Kurva jó. És akkor most kell átjutnunk, ugye a... másik szobába. Wow.
De durva. Jó. És így jutottunk ki. De Aftermath. Ops. Itt valami. Valami tönkre ment. Oh yeah. Most magától pörögnek ezek a izék. Nem, akkor valahogy az inverzel kell valamit kezdenünk. Oké, okay. itt talán akkor vissza tudunk menni. Ja, igen, ott. Jó, elvileg megvan. The Antique. Oké, okay, most megint inverse kell majd, és mert a fehér a kulcs. Kurva jól néz ki egyébként, vagy hát nagyon érdekes ez a rajz. Oké. Okay. Szia! Mi újság? Megyünk itt? Itt. Így nem tudom felszedni, vagy fel tudom szedni így a kulcsot? Ó. Nem, mert visszafele megy. Aha. Oké. Okay. Szóval mindenképpen át kell váltanunk. Jó. Ha erre megyek, az viszont ugye nem jó, mert... Hú, nem néztem meg a játékot, amit mondtál. Pedig eszembe volt. Nem, ez így nem lesz jó, mert így kiesik a kulcs. Thank you.
Ha viszont így megyek, akkor ott vagyok ugye fönt. Várjunk? Hát lehet, hogy ott végig tud csúszni a kulcs. Helyes. Akkor te is ilyen játék gyűjtős vagy, mint én, mi? Nem, úgy leesik. Helyes. Nem így elszáll a kulcs, az a baj. Viszont akkor meg itt bent tudunk csak menni, hogyha így. Mit vettél amúgy? Lehet, hogy meg lesz. Meg átcsúszok oda, mi? Nem, így fog... Így fogunk átjutni. Á, és így lett meg a kulcs, yes! Oké. Okay. Ennyi. Az jó, az a 2D-s Dark Souls, ugye? Most kezdtem el az előbb nézni egy streamet, vagy hát volt streamet róla. Na, húha! Ez már jó összetett cucc. Ha erre megyek, akkor oda átmegyek a Goyslihoz. Így. Így meg ugye az a baj, hogy ott az a nagy másik golyó. És ez így el fog kenni. Viszont ha erre megyek, akkor... Hova tűnt a kulcs? Ja, ott van fönn.
Oké. Okay. Aha. Mondom, én most néztem az előbb izét róla. Ajajaj, ne! Hűnye. Yes. Megvan. The Garden. Ó, bakker, itt most már két kulcsot is össze kell kettőt. Négyet. Jézusom. Oké. Okay. Húha. Az igen. Hogy fogok én visszatalálni ahhoz az ajtóhoz, az fogalmam sincs. De nem áll! Mekkora genyó! Haha, köszi a GG-t, de... Hát ezt egyelőre rohadtul nem látom át ezt a cuccot. Visszapörgetem teljesen az elejére. Mert ez így... Pff. Ilyen gyors, mi?
Jó, most megnézzük, hogy a bal oldalival mit tudunk kezdeni. Oké. Elvileg azt a kulcsot talán fel tudjuk szedni. Yes. Egy kulcs megvan. Most ha ezt elvileg, ha ezt megnyomom, akkor a külső részen fogok menni. Igen. Most ugye itt megy, most belül megyek. Nem, ha arra megyek, akkor le fogok esni. Ha erre... Ha erre, akkor viszont a másik feketét, azt szerintem meg fogom tudni szerezni. Oké. Fekete az megvan, az egyik. Itt szerintem én belül megyek csak, igen. Oké, megvan ez a fekete is. Oké. És valahogy még kívülre kéne eljutnunk, ugye? Az utolsó fehér kulcshoz. Aha, szerintem most a középsőt, ha megnyomom, akkor a külső részen fogok tudni menni. Méghozzá... ott. És megvan az utolsó kulcs is. Yes! És ennyi! Oké. Chapter 3 complete. Oké, szóval amilyen életet élt, az ilyen hát ilyen magányos, és nagyon sok évet töltött a valóságon kívül, talán. Igen. Csak a munkájával foglalkozva. Na, my home. Igen. Oké, ott van. Wow, tök jó. Itt van a negyedik chapter. Nem tudom, hogy hány chapterből áll. De nyomjuk neki. The wheel.
Az már olyan, olyan furcsa kulcs volt. Semmi gond. Ez már chapter 4. Ja, kiesett a kulcs. Ez ilyen gravitációs cucc, ez már? Aha. Wow! De menő! Ha így akkor nem. De kurva jó. Ja igen, majd most megváltoztattuk a gravitációt, és azáltal a kulcs nem fog elrepülni. De kemény. Itt a kis pöttyöket lehet látni, hogy akkor most ugye lefele van a gravitation. Oké. De menő. Jó. The Rook. Ha. Kurva jó. Gatsz, már megint ez a buzi labda. Oké, most ugye a labda az ott marad, mert a gravitáció most ugye arrafele vonza. Mi? Jó, elvileg nem tud eljönni, mert ugye arra felé vonza a gravitáció azon az oldalon. Aha, jó. The Bend.
Tök jók ezek a rajzok egyébként, nekem nagyon tetszenek. Ugat. Nyilván még egy kulcs is kell ide. Hűnye! Hát gondolom, hogy erre. És hogyan tudok bejutni a kulcshoz? Ó! Ó! Oké, okay, ott van az a golyó. Ha az rámegy, akkor kinyitotta. Viszont ha én most lemegyek erről a szarról, akkor ugye visszafordul a gravitáció. Ó, bakker!
Szia, Dávid! Aha, azt nem tudják. Ha. Jó, ez eddig megvan, hogy ezt, ha ide rámegy, mondom rámegy. De ugye, hogyha lejövök róla... Lehet amúgy. És visszaküldöm akkor ugye teljesen. Érdekes. De létrán ott nem lehet semmit se csinálni. Ugye, hogyha ennek neki megyek, akkor meghalok. Jó, azt már értjük. Ha így beleesek, akkor is ugye meghalok. Így megyek.
ha lemegyek róla, akkor merre fele fog menni a gravitáció? Arra. Azon izélek, hogy a lámpákkal nem kell valamit kezdeni. De így meghalok, ez biztos. Hello, hello! Hú, hát ez jó kérdés. Milán. Turbo rang. Én azt nem használom, én a Prime feliratkozást használom, de a, valami olyasmi, azt hiszem a Turbo is, hogy ilyen reklám nélküliség, meg ilyesmit kapsz érte. De pontosan én sem tudom, mert én azt nem használom. Most ez miért nem megy ki innen? Newton! Mi a fasz? Ó, igen! Na, azt nem is figyeltem. Hogy nálam hogyan van. Akkor lehet, hogy valamit változtattak? Nem tudom, tényleg nem tudom, ne haragudj. Most mi a fasz? Miért nem megy ki? Miért nem megy ki? Ó, akkor üdvözöllek itt is. Mi a pitty? És most meg kiment. Nem tudom, hogy azokat a labdákat, azokkal lehet valamit kezdeni? Többivel. Tudom, szerintem te pont streamen kívül követtél be, úgyhogy elnézést, de üdvözöllek akkor. Most így streamben is. Ha jól tudom. Igen, 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 igen. Jól emlékeztem rád.
Ha! Mert ha erre jövök, akkor ugye nem tudom megforgatni ezt a szart. Valahogy ezt a golyszit, ezt nem lehet le innen lezúzni. Mert akkor elvileg tudnék így is menni, nem? Nem látom át, basszus. Azt nem tudom, hogy ezt a létrát nem lehet használni. Szerintem a létrával kell valamit kezdeni mindenképpen. Abból tudunk egyik helyről a másikra átmenni. Nem? Vagy nem, nincs ilyen funkció. Hát nem tudom. Mert így, akkor oké, hogy kinyitjuk az ajtót. Viszont ha ugye kijövök ebből, akkor meg elindul másik irányba ez a szar.
Na megpróbáljuk. Akkor azt mondod, hogy... Beleállok a gravitációba. Másik irány lesz. Guruljál már oda! Na. De az a baj, látod? Hogy akkor a golyó az ugye elgurul oda. Az a baj, hogy... Na? Szép lassan. Megvan! Jó volt a tipp. Egyébként, mert ez egy kicsit így rásegített, úgyhogy köszönöm szépen. Haha. most meg megint kulcsok? De jó. Meg golyók. Kulcsok és golyók. A mai stream címe. És ja, ott a gravitációs cucc. Ja, meg izé, invert. Aha, hát ez nagyon jó. Kaptam. Jaj! Hűha! Várjunk? Nem, a kulcsot úgy kell...
Ilyenkor ugye a kulcs nem mozdul, jó, most elkent a golyó. Hűha! Megint gondba vagyok. Ilyenkor is elkap. El. Most én miért vagyok itt kint? Jézusom!
Ó, és ugye csak feketén tud... Mármint... úgy. Úgy tudom csak felszedni a kulcsot, baszki. Ha inverse-be vagyok. Ha! Nagyon jó. De a feketén nem tudok bejutni oda. Akkor ilyenkor mi a fasz van? Muszáj összetelnem, mert nem látom át. Most ugye itt kezdünk alul. Ha abba megyek be, akkor először ugye inverse leszek. Nézzük. És átjutok ebbe a részbe, ha jól tudom. Ide a gravitációs cucchoz. Viszont így meg fogok halni. Aha. Így ugye átjutok ide. Nem tudom, hogy a gravitációval mi a szart kéne csinálni, az az igazság. És akkor így jutok át ebbe a részbe. Buta robokuty. Ha. Ha jobbra indulok el, akkor ugye átjutok oda, de akkor fehérként vagyok bent, akkor nem tudom felszedni a kulcsot. Ha balra indulok, akkor ugye be tudok menni oda a gravitációs mezőbe, fehérként. Ha át tudnék jutni oda, akkor fel tudnám szedni a kulcsot.
Lehet, hogy lassan. Ne guruljál már! Virgolyó. Most fehérként vagyok itt, de az nekünk ugye nem jó. Ja igen, így fagd, mert így rám fog gurulni ez a szar. Ha! Édes Istenem! Ne csúszkáljál már! Thank you.
És igazából azt nem vágom, hogy ez mire jó nekem, hogy most átállítottam a gravitációt. Ha az a baj, ha balra indulok el, akkor az a felső golyó az agyonver. Ha jobbra indulok el, akkor oké, hogy be tudok jutni oda a gravitációs mezőhöz. Persze, hogyha a pálya is úgy akarja. Viszont az nem tudom, hogy az igazából, hogy az miben befolyásolja az egészet. Most kimegyek belőle, akkor ugyanúgy visszafordul, nem? A baj, az meg ott megáll. Nem jó az se, hogyha át. Thank you.
Egyszerűen nem jövök rá, hogy most mi a faszt kéne. Az a baj, hogy igen, így agyombasz ez a szar. Ja, ugye itt meg az a baj, hogyha meg így forgatom. Akkor meg ez a szar agyombasz. Szemben azok nem látom át ezt a szart. Mert ha balra indulok el, akkor ugye pont az, hogy az a szar ott nagyon kúr. De nem a gravitációt meg nem értem, hogy mi a szart változtat meg. Semmit, bazd meg, ugyanolyan.
Mi a fasz? Egyszerűen nem jövök rá. Pedig valahogy így kéne átmenni, csak... Vagyom, mert... Egyszerűen nem vágom.
Milyen lassan gurul már ez a fos, bazd meg. Ó, bakker, kell nekem ilyen játékokkal játszani. De ez... Én nem értem, hogy most mi a lényeg ennek a kurva gravitációnak. Semmi. Nem csinál semmit, mert ugyanúgy... Látod? Egy ilyen buzi játék. Igen, de hogyha meg most így elforgatom, akkor meg az a golyó kap el. De most miért a balra, vagy miért jobbra mész, amikor balra nyomom, te... Hopp. Hopp. Megvan a kulcs! Megvan a kulcs! Fogalmam sincs, hogy hogyan sikerült. Most akkor vissza kell mennem. Igen. Mert ugye így vagyunk fehérek. Oké. Nem baj. Hogy várjunk? Hülye vagyok. Nem most oda átmegyünk. Megint visszamegyünk a gravitációs tudba. Vagy így ki tudok menni? Must be white. Fehérnek kell lenni. A politikák polgárt. Mi?
Meg kell próbálni, hogy ilyen nagyon gyorsan így. Nem. Nem jó. Na most megint kaptam. Ott lesz a megoldás.
Megnézzük így, hát ha jó lesz. Azt kéne, hogy az alsó az átforduljon oda föl. Mondjuk még ma. De most ez miért nem megy el? Megint az ugyanaz a fuck. Fuck, fuck, fuck. Ó, bakker!
És megint ugyanott vagyunk, mint az előbb. Ez egy fröccs. De miért... Miért nem esik olyan helyre, ahova kéne? Picsába már bassza meg! Érted, most meg nem is tudok sem erre sem menni. Thank you.
Már nem tudom mióta szopok ezzel a kibaszott pályával, komolyan mondom. Ott van! Na végre! Hát a Jesus Christ! Hú! Na ez, ez az pálya volt. Hú! Azt a kurva életbe. Ó, már megint ezek mocskos golyók. Oké. Először a gombra kéne rámennünk, ugye? Aha. Oda, hogy a szarba jutok át. Oké. Várjunk? Nem. Hát ez most hogy a picsába? De nekem meg oda kéne visszajutnom, nem?
vágyunk? Még egyszer. Aha. Oké. Jó. Egyszer. Oda bele kell esni. Elbasztam. Át kell váltanom úgy a gravitációt. Faszki! Jó, bele kell lakni abba az örvénybe. De baszki, hát az előbb hogyan sikerült? Hát nem igaz. Az előbb az meg elsőre ment. Most komolyan mondom, mi a fasz van. Thank you.
Várjunk. Ha odaállok bele. Nem hiszem el. Ez a szar, hogy most ilyenkor meg... Nem hiszem el ezt a kibaszott kurva játékot, bazd meg.
Hú! Gyere már onnan! Megpróbálom visszaküldeni oda. Átjutottam. Na, gyerünk már! Na,
Jézusom! Bazzeg, bazzeg! Nem kommentáljuk ezt. Hát, tényleg 4 óra. De már megint ilyen fehér, fekete. És mégis, hogy a tökönbe juttassam át ezt a golyót oda?
Jézusom! Húha! Elvileg, ha így csinálom, most ott ezt bezárom. Ez mégis hogy ment ez ki onnan?
Ó, hogy az anyádat! Meg van bolondulva ez a golyó, bazd meg. Húha, hát ez lehet, hogy nem lesz meg ma. Jézusom. Thank you.
Ezt nem hiszem el már! Na jó, szerintem nem tudom, hogy ez mennyire fog most menni nekem, szerintem sem ennyire. Most miért arra csúszkálsz, amikor mondom, hogy jobbra menjél? Már azt sem tudom már, hogyan kell visszajutni az a gravitációs mellőre. Nagyon fantasztikus. Most ugye itt megyünk bent.
Most az a mocskos golyó az miért nem megy arra? Amúgy. Nem hiszem el, bazd meg! Most ez mi ez? Mekkora egy... Hát guruljál már arra felé, amerre akarom. Na jó, ez nekem most nem fog menni. Azért jó, mert most ugye ezt lezárja. De mondjuk, hogyha...
Oké. Bejuttattam ezt a mocskos golyót oda. Szóval csak ki kéne jutnom innen. Várjunk. Álljál már meg! Jézus Isten! Azt nézem, hogy nekem is be kéne jutnom oda ahhoz, nem. De? Ha. Valahogyan be kéne jutnom a golyóhoz.
Jó. Lehet, hogy meg lesz. Ott van! Hú, get! Azt a kurva életbe! Ez már nehéz volt, na. Jó, nem is érdekel most már. Nézzük, van-e még chapter. Köszi! Fú, ez... Elvileg biztos, hogy van. Meg még a chapterek között is nyilván. Igen. Jézus. Oké. Okay. Elmosottunk egy kicsit. Mi a baj Newton? Visszatértünk a fánkhoz. És alszunk tovább. Színes lett. De menő. Én fekete-fehér maradok. Jó, nem. Én is kiszínesedek, mit szóltok. Nézd, én is kiszínesedtem. Oké, szerintem egyébként ez a vége. Vagy most színesből is végig kell játszani, vagy mi? Pik. Nem, ez volt a vége. És tényleg kellett kb. A 4 óra hozzá. És horkolunk tovább. Csak azért kellek föl megnézni, hogy mi ez a kocka ott. Ez mi ez, ilyen teleport cucc? Oké. Visszatértünk a házba. És most itt is van chapter. Csak megnézem. Mirror chapter. Ó! Aha. Oké.
Vannak még cuccok. Na megnézzük az első részt legalább. Mirror Loft Loading. Ja, ó, ez ugyanaz, mint a másik. Aha, csak tükörképbe. Jó. Akkor ez ugyanaz, mint az előző, vagy hát ugye az első pálya, csak... Csak tükörképben. Meg egy mocskos nagy golyóval. Ó, aha, megvan a takték. Jó, ezt már nem biztos, hogy itt most meg fogom csinálni. Főleg így.
Na jó, még egy utolsó próbálkozás. Jó, kész. No. Srácok, ennyi volt a The Bridge. Vigyétek végig, ezt a Mirror részt én már nem fogom megcsinálni, mert... Jesus Christ. Úgyhogy remélem azért tetszett. Eléggé gondolkodós játék volt, az már fix. Úgyhogy, igazából úgy gondoltam, hogy ilyenek is kellenek azért néha, nem csak ilyen Rage Game, meg Dark Souls, meg stb. Úgyhogy azért is döntöttem így, hogy ez most ilyen hét lesz. Holnap nem este lesz a stream, hanem délelőtt 9-től délig, és a Life is Strange-et fogjuk folytatni, amit már nagyon-nagyon rég nem játszottam, úgyhogy tisztára újdonság lesz nekem megint. Na de... Oké, köszi a játékokat, meg fogom nézni mindjárt. Szóval holnap akkor Life is Strange 9-től délig. A pénteket még nem mondom biztosra, mert nem tudom, hogy hogyan fog alakulni. Úgyhogy egyelőre maradjon úgy, hogy nem lesz pénteken stream. Holnap viszont akkor találkozunk. Köszi, hogy itt voltatok. Remélem tetszett tényleg ez a kis gondolkodós játék. Úgyhogy köszi, hogy itt voltatok még egyszer, és jó éjszakát nektek. Szevasztok. Ez volt a The Bridge Isaac Newtonnal a főszerepben. Szevasztok.